Keresztes Ildikó következő vendégünk. Sziasztok! Aki eddig utazott, mint ahogy utazni szokott mindig, de most nyáron aztán itthon lesz a nagy utazás, hiszen koncert után koncert következik, ha jól gondolom. Így van, de rátok néztem, és az jutott eszembe, hogy szép a ruhát, szép a lovat. Ne folytasd, ugye? Jó, nem folytasd. Legutóbb Manchesterbe jártál, ugye ott volt fellépésed. Milyen, amikor te mondjuk kint vagy, és kint élő magyarokkal találkozol? Mi az, amit mondjuk pluszban kapsz tőlük? Hát eleve azért szeretek többek között utazni, mert igazán akkor tud kikapcsolni az agyam. Tehát, hogyha elmegyek ebből a környezetből, ami megszokott, akkor egyszerűen akkor tudok igazán kipihenni. Tehát ez nálam nem egy ilyen luxus nyaralás, hogy úgy mondjam, hogy eleve akkor tud a... Így pihensz. Abszolút. De mondjuk abszolút. Ezek a utazások, mondjuk elmész Manchesterbe, nem egy ilyen feszített utazás? Hogy hát, most megyek, odaértem, gyorsan, oda, igen, akkor fellépés. Feszített, de szerencsére nem volt annyira feszített, 3 napot töltöttünk kint, ráadásul egy Gobi fesztivál volt, tehát igazán erdélyi vonatkozású volt a fellépés, ugye picit az ottani angoloknak megmutassák, hogy milyen a magyar kultúra, vagy az erdélyi kultúra, volt gasztronómia, koncert, néptánc, ez az amaz, én is megnéztem egy nagyon szép néptánc előadást, és hát olyan szempontból más, hogy ők nagyon nagy szeretettel várnak, hiszen hiányérzetük van abból, az itthoni dolgokból, és ezáltal olyan nagyon barátságos, tehát mindenki úgy viselkedik, mint hogy 100 éve ismernénk egymást. De akkor kimondhatjuk azt, hogy külföldön jobban töltötsz a kint élő magyarokban, mint mondjuk Magyarországon, hogyha elmész egy koncertre vagy fellépésre? Hát mondom, az itteni dolog az megszokott, ugye? Mondjuk, hogyha vidékre mész el Pestről, akkor már egy picit másabb a helyzet, mert az emberek olyan kevesebbszer látnak, kevesebbszer találkoznak veled, így is nagyon-nagyon kedvesek, és te is próbáztod, mindig azt szoktam mondani nekem néha menedzserem, hogy van neked ennyi türelmed. Tehát, hogy már rég elhajtott van egy-két embert, és még mindig beszélgetek, még mindig aláírok, még mindig, de pedig már látja, hogy a halálomon vagyok, kész vége. De az ilyen távolabbi utazások azok még inkább, mert ők aztán végképp kevesebbet. Manchesterben egy picit, igen. Kint voltál a stadionnál. Hát gondoltam, ha már Manchester, akkor bár nem vagyok egy nagy foci rajongó, de gondoltam, hogy ezzel azért felvágok majd. Hogy itt is voltam, igen. És mi tetszett nagyon? Ma voltál már kint korábban? Londonban voltam eddig. Nekem azt tetszett nagyon a brit kultúrából, hogy nagyon-nagyon őrzik a saját kultúrájukat. Annyira szépek az épületek, én meghalok a szép épületektől, és hogy felújítják őket. Nézd, ez a templom is, vagy nem is tudom, mi volt, hol vagyunk ott éppen. Uh-huh. Tehát, hogy vagy bemész egy étteremben, még mindig ott is elmész a klotyóra, akkor a régi csapok vannak, meleg, hidegvizes. Tehát amit meg tudnak őrizni a saját kultúrájukból, azt megőrzik, és úgy ugyanakkor persze fejlődnek, mennek a világgal, amerre megy a világ. Uh-huh. Nagyon nyitottak, nagyon kedvesek, nagyon tisztelettudóak a férfiak, tehát annyiszor nyitották ki előttem az ajtót, meg csókoltak kezet, hogy csak így néztem, és szinte hogy zavarba voltam, hogy most ilyen szituációban mit kell csinálni, mert az ember itt van, azért picit elszokott tőle, és mondom, tehát kimész a főtérre, és akkor érzed, hogy igen, Budapest is nagy, de ez mégiscsak egy olyan nagyon világváros. Van olyan ország vagy város, ahol mondjuk te tudnád magad képzelni hosszú távon? Ugye rengeteget utaztál? Hát nézd, nagyon könnyű arról beszélni, hogy amikor turista vagy, akkor nagyon jó. Mert ugye Móriczka is mondta, amikor megkérdezték, hogy mi szeretnél lenni, Móriczka a nagy leszel, mondta, hogy vendég. Hát ez egy nagyon jó státusz, én is imádok vendég lenni. Tehát az, amikor mondjuk ott kell élni, és ki kell venned a részedet a hétköznapokból, az nem tudom milyen. Tehát arra nincs rálátásom, így turista szempontból, ahol mondjuk tudnék élni, én például abszolút tudnék akár Manchesterben is élni. Időjárás, a másik hát mondjuk az biztos, hát az mondjuk biztos zavarna, bár most jó idő volt. Tudtál egyébként jókat enni? Mondjuk ezen a fesztiválon biztos, hogy igen, de mondjuk ettél angol étel. Bárhol. Hát azt nem tudom, hogy pont angol étel, de ettem mondjuk fish and chipset, de hát én mondjuk imádom a halat egyébként is. Azt is meg lehet csinálni jól is, meg rosszul is. Uh-huh. Én imádom a gasztronómiát, imádok mindenféleket kipróbálni, tehát ez nem lenne gond. Az időjárása nagyobb gond lenne, mert én biztos, hogy ilyen meghalnék, ilyen depi lennék, vagy a fene se tudja, attól függ, hogy milyen a környezetem. Uh-huh. Olaszországban is tudnék élni, tehát a mediterrán helyen biztos, hogy tudnék élni. Tengerpart, az biztos, hogy kéne. Amikor vége van mindennek, és már jössz mondjuk hazafelé, akkor milyen érzéssel jössz haza?
várod már magát a hazaérkezést is, vagy esetleg már azt várod, hogy hazaérkezel, megérinted a falat, elmész Magyarországon, és mi lesz a következő célállomás? Igen, szeretek utazni, tehát mondhatnám, hogy így van, ahogy mondtad. Mindig azt érzem, hogy még úgy maradnék. Tehát, hogy mindig kevés az az idő, amit ott tudsz tölteni. Tehát, hogy mennék tovább. Mondjuk az azért megviselt, ugye, hogy hazajöttem, és rá egy hétre történtek azok a dolgok, amik történtek, ráadásul ott a környezetemben, tehát ahol a mi szállodánk volt, meg egyébként amerre mi mozogtunk, ott volt ez az egész történés, arról nem beszélve, hogy zenészként, ugye ez pont egy koncerten történik, ráadásul ugye egy tinisztáról van szó, ahol többnyire sokkal fiatalabbak vannak, tehát egy gyerekekről, meg nagyon fiatalokról van szó, így meg inkább aztán, tehát nagyon-nagyon rossz érzés volt. Megviselt, gondolom, téged is. Abszolút. Hát, most, hogy valahogy viszont, üdítsük fel itt a témát. Itt vagy Magyarországon, gondolom ilyenkor elindul a fesztiválozás, a rengeteg hakni koncertek, fellépések, gondolom nincs időd ilyenkor elmenni, mondjuk pihenni és Nem, vagy szezon elején szoktam pihenni egy kicsit, de akkor is csak egy ilyen egy hetet, vagy szezon végén, és akkor nagyobb utazás általában január-februárra tevődik. És azt már tudod, hogy a szezon végén esetleg hova utazol? Igen, az biztos, hogy elmegyek a barátnőmhez megint Spanyolországban, az egy ilyen bevett igen, hely. Igen, voltál nálunk, mikor onnan jöttél. Igen, haza. Igen, és nagyon szeretnék eljutni az erdélyi barátaimmal februárban Fülöp-szigetekre, mert ők már többször voltak és ódákat zengenek, úgyhogy hát ilyenkor persze fellépés hátán van, holnap is például Vácon vagyok, és holnap ez a után. Swing? Lesz egy swinggel kapcsolatos fellépés is. Lesz egy filmdalokból álló nagy koncert, nagy zenekarral, ahol többet magammal fogunk filmzenéket énekelni. Uh-huh. Igen. Ez igen. Tudsz egyébként felkérésre nemet mondani? Tehát valamikor azt mondod, hogy nem. Ritkán tudok nemet mondani, de szerencsére van egy menedzserem, aki egy kemény asszony. Megmondja, hogy mikor nem, igen, mikor igen. Igen, viccesen úgy szoktam hívni, hogy Nagy Sándor. Nagy Sándor jó, majd megmondja, hogy az a jó, hogy lesz ezen túl. Az a jó, hogy vagytok, tehát abszolút érzi, hogy mi az elég neked, nem? Tehát, hogy mikor vagy kicsit fáradtabb, hát igen, de azért mind a ketten eléggé határozottak vagyunk. Tehát azért sok vita is van köztünk, de... Van, amikor te fáradt, vagy igen, ugye? Hát hogyne, persze. Nagyjátban láttalak, és ott például azt gondolom, hogy ott is fellépéseid voltak, nagy duetteztél. Igen, hát ki is nyírtam magamat, az tény és való. De mondjuk úgy, hogy melletted öltözhettünk, vagy ugye közel voltunk egymáshoz, semmi nem látszódik rajtad? Hát, mert ez a profizmus. Nem, tényleg ki tudok nyírodni, de főleg nem is annyira fizikailag, hanem lelkileg. Nem is lelkileg, hanem amikor azt érzem, hogy szellemileg fáradok le, és az sokkal, sokkal rosszabb és sokkal nehezebben viselhető, mint a fizikai, fizikai fáradtság. Ezért kell akkor utazni. Így van. Mert ott meg hát most megint ráálltam az edzésekre, tehát hogy azért az sokat, sokat ad. Le a kalappal. Nagyon szépen köszönjük szépen, hogy vagy mi is, mondom, hát reggel van. Várunk. Igen, a kutya nincs szépen. Köszönjük. Szép napot, sziasztok.